A mai témánk a kikapcsolódás, de először is az autó jut eszembe. Nekem van egy szép nagy autóm, automat a sebességváltó van benne. Semmit nem kell foglalkoznom a váltással, mert az autó elvégzi helyettem ezt a nemes feladatot. Ez azért jutott eszembe, mert az életünk is olyan, mint egy autó. Valakinek olyan, mint egy busz. Ezt már megtanultuk. De most nem a személyszállításról beszélünk, hanem csupán egy személyautóról. És azon belül is a váltóról, amelynek az a szerepe, hogy egy újabb sebességet elérhessünk az autóval. Tehát amikor nyomjuk a gázt, egy bizonyos fordulatszám után váltanunk kell ahhoz, hogy az autó fokozatosan és tovább gyorsuljon. Mert akkor visszaesik a fordulatszám, újra erőre kap a motor, és újból elér egy következő sebességet. És utána, ha még mindig van hova váltanunk, és az autóban is van elég szufla, akkor egy következő fokozatba is át tudunk kapcsolni, hogy még gyorsabban tudjunk haladni. Az életünk is nagyon hasonló, hiszen egy olyan világban élünk, ahol túl pörgetett állapotban vagyunk, zaklatott állapotban. A zaklatottság a fordulatszám mérőben az a piros tartomány. Na, az már egy kritikus tartomány, mert ott az autó elveszti a teljesítményét, ott már nem tud tovább gyorsulni, ott már erőlködik, és ha túl sokat tartózkodunk abban a tartományban, akkor előbb-utóbb besülnek a dugattyúk. Ne próbáljátok ki az autóval, de magatokkal sem, mégis sokan ezt teszik. Főleg az idő az hajt bennünket. Legalábbis amit mi az időről gondolunk. A rengeteg határidő, most látom, vannak akik egymásra néznek és megértően bólogatnak. Az autó hasonlata azért nagyon jó, mert amikor manuális váltóról beszélünk, akkor nekünk kell konkrétan tudni, hogy na most, itt az idő, átváltunk. Most megint fölpörgött a motor, megint váltunk. Következő pörgés, megint váltunk, és így haladunk és megyünk. Az elején még nagyon tudatos kell, hogy legyen, különben tönkretesszük az autót. De egy idő után már automatikussá válik. És a legideálisabb helyzet az, amikor belülsz az autóba, és csupán a féket és a gáz nyomod. Mert az autó önmagától eldönti, hogy mikor van szüksége egy magasabb fokozatra való váltásra. Hogy tudjuk mi is az életünkbe a váltást automatikussá tenni? Nagyon egyszerűen. Szokássá tesszük. Van itt két dolog, amiről szeretnék beszélni. Az egyik, hogy maga a kikapcsolódás az nem más, mint átkapcsolás. Egyik tevékenységről a másikra. Mert ha túlpörgünk, akkor már nem lesz a teljesítményünk megfelelő. Még akkor sem, hogyha imádjuk és nagyon-nagyon szeretjük. De ha képesek vagyunk átváltani, átkapcsolni egy másik tevékenységre, amely teljesen más típusú odafigyelést kíván, akkor azt veszük észre, hogy amikor visszatérünk arra az eredeti tevékenységre, például a munkánkra, de ez lehet bármi más, hogy a teljesítményünk nő, és tovább fokozható, nem beszélve az élvezeti értékéről. Nos, a kikapcsolódásnak vannak lehetőségei, hallgathatsz zenét, sportolhatsz, elmehetsz egy masszázsra, elmehetsz a természetbe egyet csak sétálni, egy rövidke kis séta a parkban, az is megteszi. Számodra mit jelent a kikapcsolódás? Te hogyan szoktad? Most gondold végig, már tudat alatt gondolkodj rajta, és utána lesz egy következő kérdés is, amely így szól, mit teszel annak érdekében, hogy a kikapcsolódás szerves része legyen az életednek? Ezt a két kérdést asszimiláld már most. Van egy ügyes módszer, ha a kikapcsolódásra vágysz, vagyis szokásoddá szeretnéd tenni, hogy a teljesítményedet növeld, akkor olyan kis feladatokat iktass be kikapcsolódás gyanánt, amelyek talán nem annyira kellemesek. Például leugrasz a postára befizetni a csekket, fölporszívózol, elmosogatsz. Tehát a lényeg, hogy törd meg ilyen apró kis nem szeretem feladatokkal, mert utána letudsz egy ilyen kis feladatot, tehát a teher már könnyebb, utána folytathatod az eredeti tevékenységedet, sokkal nagyobb lendülettel. És sokkal nagyobb szabadsággal, hiszen letudtál valamit, ami eleve kötelezettség, ami oda föl van írva a listára. És van itt egy másik pont, az igazi kikapcsolódás, az igazi kikapcsolás. Az előző pontnál beszéltünk egy-két feladatról, amit el kell, hogy végezzünk. Mondhatjuk, hogy ez a fogalmi oldal. Mert ha például előveszel egy könyvet, vagy fölhívsz valakit pihenésképpen, az is a fogalmi oldalhoz tartozik. És a második pont, amit itt szeretnék kihegyezni, és ez a legeslegfontosabb, különösen akkor, hogyha a lelki egészségünkről beszélünk. Mert a lelki egészségünk sokkal fontosabb, mint a teljesítményünk.
Tehát a nem fogalmi szintről kell szólni néhány szót, ez pedig a minősítésektől való távolodás. Hadd fogalmazzam meg egyszerűen. Arról beszélek, hogy az ítélet alkotást, tehát az állandó beazonosítást és minősítést, amit a tudatunk folyamatosan végez, próbáljuk meg lecsendesíteni. Mit jelent ez? A beazonosítás az nem más, mint amikor a külső tárgyakat beazonosítjuk. Ez ez, az az, és így tovább. Mindenre adunk egy címkét. Ezzel még nem is lenne túl nagy baj, de a probléma ott kezdődik, hogy elkezdjük minősíteni. Na itt bejönnek az érzelmek. Ez jó. Az meg rossz. Ami jó, az kell nekem. Ami rossz, az nem kell nekem. Ez egy kicsit ilyen, az egy kicsit olyan. Amaz meg amolyan. A folyamatos beazonosítás után a folyamatos minősítés lefoglalja a tudatunkat és elfárasztja. Na most ez a legnagyobb probléma, hogy a tudatunk ettől elfárad. Az egység állapotot kell visszahozni, megszerezni és tudatossá tenni. És ezt hogy tehetjük meg? Valóban tudatosan. Akár most, és ki is fogjuk mindjárt próbálni. Úgy, hogy például figyelünk a testérzetre, vagy figyelünk a légzésre. Mindenféle ítéletalkotás és minősítés és beazonosítás nélkül. És a legjobb gyakorlat erre az, amely energetikai szinten is az egység állapotot mutatja föl lényünkben, ez pedig a szívközpont. A szívközpontnak az energiája, amely nem duális, egységtermészetű, mindenféle minőségektől és minősítésektől mentes, pontosabban azokon felül van. Ha belehelyezzük a tudatunkat ebbe az állapotba, a szívközpontnak az energia terébe, akkor megtapasztalhatjuk az egység állapotot. És ezt a zaklatottságot, ami nagyon-nagyon sok embert jellemez, különösen a városi környezetben, egy kicsit lenyugtasson, és megállítson, és egy kicsit megfékezzük a saját tudatunkat. Én ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményetekre.